állásbőrze Nyírbátorban. A térségben a munkaerőhiány mellett a munkanélküliség is magas az országos átlaghoz képest. Fejlesztések, nem csak az utak újulnak meg Tiszalökön idén, hamarosan a csapadékvíz elvezető rendszert is korszerűsítik. Első a biztonság. A szabadtéri vizekben csak a kijelölt helyeken fürödjünk, és ne becsüljük túl képességeinket. Állásbőrzét és munkaerőpiaci fórumot is tartottak Nyírbátorban. Foglalkoztatási szakemberek szerint a térségben a munkaerőhiány mellett a munkanélküliség is magas az országos átlaghoz képest. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Nyírbátor önálló és a romániai Nagykárolya közös programot is kidolgozott. Látványos, interaktív standok a nyírbátori állásbőrzén. A térségből mintegy 20 foglalkoztató mutatta be lehetőségeit. A nyitott munkaköröktől a dolgozói juttatásokig itt mindent megtudhattak a fiatalok és a váltásban gondolkodók. A városvezetés 2019-ben rendezett először ilyen eseményt. A járvány miatt azonban idén tudták újra megszervezni. A kínálat széles, több ezer dolgozót foglalkoztató vállalatok és kisebb családi cégek is keresik a számukra megfelelő munkaerőt. Szakemberek szerint 8 általános végzettséggel és mesterdiplomával rendelkezők számára is nagy a munkakínálat Nyírbátorban. A nagy cégekkel szoros az együttműködésünk, tehát az, hogy a városban működő 20-30 legnagyobb vállalat honnan, milyen létszámban foglalkoztat munkavállalókat, azzal képben vagyunk. Nyilvánvalóan a kis vállalkozások, hogy egy kisebb cég, egy 5 fős egyéni vállalkozó, mondjuk egy karosszéria lakatos alkalmazottait honnan dolgoztatja, honnan járnak be, arról nincs információnk. Azt el tudom mondani, hogy a nagy foglalkoztatók tekintetében már nem csak hogy az egész megyéből, hanem a megyén túlról is, sőt határon túlról is nagyon sokan járnak dolgozni. Én azt gondolom, hogy ha bárki jár kell a megyében, akkor látja a nyírbátori cégek logójával felvértezett buszokat, és ez részben büszkeséggel tölti el a szívünket, hiszen ez azt jelenti, hogy a város gazdasága nő, ugyanakkor meg komoly kihívást is jelent, hiszen ez azt is jelenti, hogy a közelből, a környező településekről egyre nehezebb, sőt szinte lehetetlen kielégíteni azt a munkaerőigényt, ami fokozatosan megjelenik. Vagyis a munkaerőhiány mellett a munkanélküliségi ráta is magas a térségben. Erről már az állásbőrzével egy időben tartott szakmai fórumon beszéltek. Itt elhangzott, Nyírbátor a közelmúltban a romániai Nagykárollyal kezdett együttműködésbe. A két város célja nem csak a helyi foglalkoztatás javítása, hanem a munkaerő határokon átnyúló mobilitása is. A fórumon résztvevő foglalkoztatók Szabolcs-Szatmár-Bereg aktuális foglalkoztatási mutatóiról is képet kaphattak. A munkaerőpiaci helyzet mind a nyírbátori térségben, mint a megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folyamatosan az elmúlt 10 évben javuló tendenciát mutat, hiszen 2010-ben 61 ezer regisztrált álláskereső volt, és most 25 ezer alatti az álláskeresők száma. A nyírbátori térségben 2700 fő a regisztrált álláskeresők száma. Nagyjából éves átlagban ez 3000 főt tesz ki. 10 évvel ezelőtt 4900 fő volt a regisztrált álláskeresők száma a nyírbátori térségben. Tehát itt is egy javuló tendenciáról tudok beszámolni. Ami pedig Nyírbátor várost illeti, most megnéztem friss adat, 871 fő a regisztrált álláskeresők száma, 10 évvel ezelőtt 1200 fő volt, tehát a város szempontjából is javulnak a munkaerőpiaci mutatók. A munkaerőpiaci fórumon az is elhangzott, a megyében nincs még egy olyan város, amelynek gazdasága, lakosság arányosan olyan mértékben nőtt volna az elmúlt években, mint Nyírbátoré. A város ipari kapacitása a második Szabolcs-Szatmár-Beregben. A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának javítása érdekében Legyél te is Nyírbátori címmel dolgozott ki programot az önkormányzat. A város, a munkahely, a lakhatás, az oktatás és a szabadidős lehetőségek összehangolt fejlesztését végzi a jövőben. Tiszalök összesen 10 belterületi útját újították fel a közelmúltban. A fejlesztések megvalósításához csaknem 100 millió forint kormányzati támogatást kapott a város, az önkormányzat pedig még idén pályázni fog újabb útszakaszok korszerűsítésére a TOP Pluszban. Nem csak az utak újulnak meg Tiszalökön, idén hamarosan a csapadékvíz elvezető rendszert is korszerűsítik. A kerékpárosok számára sem mindegy, hogy milyen minőségű aszfalton közlekednek Tiszalök utcáin. Vadonatúj a burkolat az Ady Endre utca nagyjából 600 méteres szakaszán, de nem csak ezt, hanem másik 9 belterületi utat is korszerűsítettek a kisvárosban. A fejlesztéseket az önkormányzat egyedi kormányzati támogatásból valósította meg. Konkrétan
csak az útra minden tervezés és minden más levéve 84 millió forint állt rendelkezésünkre. 10 utcát tudtunk ezzel, utcának az útjait tudtuk felújítani, illetve utcarészleteket, kisebb zsákutcákat, olyan városrészben is építettünk most aszfaltutat, ahol eddig legfeljebb mataszfaltos felület volt, és nyilvánvaló, hogy ezzel nem végeztünk, hiszen tizen sok évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk felújítani utakat, azokra már vissza kell mennünk, tehát ez egy ördögi körforgás, de még amúgy nem is jártunk el a végére. Az önkormányzat ennek megfelelően még idén pályázni fog újabb forrásokra. Mivel Tiszalök népessége meghaladja az 5000-et, így a Magyar Falu program támogatásaira nem jogosult a település. Minai Győző országgyűlési képviselő ugyanakkor hangsúlyozta, a TOP Plus pályázatai lehetőséget biztosítanak belterületi utak korszerűsítésére. A politikus szerint a megfelelő közlekedési infrastruktúra elsődleges egy község vagy kisváros élhetősége szempontjából. Egy településen, hogyha egy polgármester, egy országgyűlési képviselő, de akár egy önkormányzati képviselő találkozik az emberekkel, néhány mondat után azt mondják, hogy de képviselő úr, ez a járda, ez már régi, föl kellene újítani, vagy ez az útszakasz nagyon kátyús, és élhetővé teszik-e a települést, főleg, hogyha a belterületi önkormányzati kezelési utakat sikerül följavítani, mert ugye azt el kell mondani a tévénéző kedvéért, hogy vannak közútban, közút kezelésében lévő utak, illetve önkormányzat kezelésében lévő utak, és azért örülök annak, hogy Tiszalökön most ez a 10 utca vagy utca szakasz megújult, közel 2,5 millió méter hosszan, mert ez egyedi kormányzat támogatással hazai forrásból valósult meg. A város vezetés nem csak a közlekedés feltételeit szeretné javítani. Várhatóan már ősszel megkezdődik a csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítése a település központjában. Az önkormányzat pedig több intézmény energetikai fejlesztésére és a település óvodájának bővítésére is adott be pályázatot. A sikeres vízből mentéshez biztos úszástudás, gyakorlat, higgadtság és valamilyen vízen fennmaradó eszköz szükséges. Máskülönben az egy bajba jutott személyből könnyen lehet kettő. A vízi balesetek elkerülése érdekében ne becsüljük túl képességeinket, és csak a biztonságos, kijelölt vizeket használjuk fürdőzésre. A nyár egyik veszélyforrását a szabad vizek és a strandok jelentik. A meggondolatlanság, az alapvető szabályok figyelmen kívül hagyása minden évben követel áldozatokat. Idén június elején már két fiatal fulladt a Balatonba. Míg a magyar tengernél évről évre rengeteg a baleset, a statisztikák szerint térségünkben egyre kevesebb. Legutóbb 2005-ben volt halálos kimenetelű eset, akkor egy idős, alkoholos befolyásoltságú férfi fulladt bele a bújtosítóba, ahol egyébként tilos a fürdőzés. A bújtosító az egyben horgásztó is, ami ugye magával hozza az, hogy itt beszakadt damilok lehetnek, horgászdamil, amiből bele lehet akadni. Ezen kívül, ami nem látszik a vízben, ezek a zsombékok. Tehát pontosabban a vízben, illetve a víz alatt sem látszanak a zsombékok. Ezek a gyakorlatilag nátorzsa, ami szépen felnövekedett valamikor a mederfenékről. Aztán most nem lehet belőle látni semmit, mert időközben elpusztultak, de azért ezek között például jelentős mennyiségű damil van beszorulva, ahová bele tud akadni az embernek a lába. Illetve hát ugye itt is az, hogy ez nem egy vizsgált terület, ami úszómester kijelöli, és vízimentő felügyelete alatt áll. Tehát ezek a vizek azért veszélyesek, mert nem lehet tudni, hogy milyen mély, hogy milyen akadó van benne, hogy milyen esetleges bedobált tárgy van, ami veszélyt jelent a fürdőzőre. A búvárok a Sóstói tóban találtak már több tíz éve elsüllyedt csónakot, kukát és kerékpárt is. Az állóvizek mellett népszerű illegális fürdőző helyek a kisebb-nagyobb folyók is, például a Tisza. Itt viszont nem csak a sodrás jelenthet veszélyt. A gyönyörű Tiszánk itt van, és nagyon sokan mennek le, csak csobbannak egyet a vízbe. Ez szokott balesetet okozni, hiszen a Tiszának van egy jellegzetessége is, ezek a homokpadok, és ezeken a homokpadokon nagyon kellemes fürdőzni, csak hát ennek a homokpadnak is egyszer vége van, ami nem látható a víz alatt, és onnantól kezdve ez a 30-80 cm-es víz egyszer csak 3 méteres mélységé változik.
Balesetet nem csak a határok feszegetése és az alkoholos befolyásoltság okozhat, hanem akár egy rosszul lét is. Ezért is szokták azt tanácsolni a szakemberek, hogy felhevült testtel soha ne menjen senki vízbe. Ha mégis megtörténik a baj, első lépés a segítségkérés. Több szemnek kell figyelni a bajban lévőt, így eltűnés esetén pontosabban be lehet azonosítani az eltűnés pontját. Segítség! Segítség! Laikusként is lehet segíteni, stabil úszó tudással, higgadtan kell megközelíteni a fuldoklót, majd egy vízen fennmaradó tárgyat dobni felé, hogy pánik esetén azt ragadja meg. Amennyiben segédeszköz nélkül test a testtel kontakt alakul ki, sok esetben az egy bajba jutottból kettő lesz. Ajakon folytatódott a megyei értéktalálkozó, helyi kulturális egyesületek, néptánc csoportok mutatták be műsoraikat a színpadon. A város polgármestere azt mondta, fontosnak tartják, hogy már fiatalkorban megismerjék gyökereiket a gyerekek. Kovács Tibor 2 év zongoratanulás után mutatta meg tudását a színpadon. Komoly tervei vannak a billentyűs hangszerrel. 2 éve zongorázom, ez a River Flows in You volt, és ezt még csak hobbi szinten csinálom, de remélem, hogy ebből egy nagyobb karrier fog létrejönni. Az ajaki általános iskola drámatakozatosai a Mary Poppins adtak elő egy részletet. Felkészítő tanáruk azt mondta, mindig nagy örömmel állnak színpadra. Iskolánkban művészeti iskola is működik, és előképzősök és alapfok egybe járnak ők. Tehát elsőtől negyedikes tanulók, és a Mary Poppinsnak az egyik nagyon kedves betét dalára fognak most táncolni. Nagy örömmel, hiszen már több csoport is kipróbálta ezt a dalt, mert évekkel ezelőtt is jártunk már az Operettszínházban, és ugye ott ezt megláttuk, és akkor szerelmesek lettünk ebbe a dalba. Úgyhogy most már ők tulajdonképpen a harmadik csoport, akik valamilyen alkalomra szerepelnek, és most is nagy örömmel készültek erre a rendezvényre. Az elsősök pedig népi táncjátékkal szórakoztatták a közönséget szombaton délután. A város polgármestere azt mondta, nagyon fontos számukra, hogy már fiatalon megismerik a gyerekek a hagyományaikat. Már egészen picikortól, bölcsődés, illetőleg óvodáskortól elkezdjük ápolni, hiszen ez egy olyan érték, amit semmiképpen sem szeretnénk hagyni veszni, úgyhogy igen picikortól már az óvodában erre nagy hangsúlyt helyezünk, és ezt folytatjuk is iskolás, sőt adott esetben középiskoláskorig. Bízunk benne, hogy ez nem fog kihalni, és ezt minél tovább tudjuk majd ápolni. A rendezvényen részt vett a térség országgyűlési képviselője is. Szeszták Miklós arról beszélt, hogy Ajak egy fejlődő város. 2013-ban lett város Ajak. 9 év. Az ember életében mit jelent a 9 év? Pláne mit jelent 9 év egy település életében, ahol több száz éve már emberek éltek és dolgoznak és alkotnak. És azt kell mondjam, hogy ahogy többiek is elmondták, jó régóta járok én Ajakra, és mindig valami pluszt kapok. Vagy egy épületet, vagy egy zöld területet, vagy egy mosolygós nénit, akivel éppen csárdásozom, vagy akár egy éneklő népdalkört. Én azt gondolom, hogy egy kis településnek ilyennek kell lenni. A hagyományok útján elnevezésű rendezvény sorozat része. A megyei önkormányzat célja az identitás erősítése. A megyei önkormányzat pontosan azért valósította meg ezt a pályázatot, hogy ezt az identitás érzést ezt növelje, és valóban elősegítse ennek az előhozatalát az emberekben. És nagyon fontos eleme ennek az, hogy kimenjünk településekre, és pontosan ezért szinte majdnem minden hétvégén a megye egyes településein vagy egy hagyományőrző találkozó, vagy egy elszámazottak találkozója megvalósul, és ennek pontosan az a célja, hogy egyrészt a településhez való kötődést is megmutassuk, hiszen mindenkinek a saját települése a legfontosabb, felvillantsuk azokat a hagyományokat, amelyek itt a megyében jellemzőek ránk, és amelyek lényegében a gyökereinkből fakadnak, és az elszármazottakon keresztül pedig azért olyan példákat is hozzunk, amelyek én úgy gondolom, hogy mindenki számára fontosak, hiszen olyan embereket hallgathatnak meg, és olyan emberek vannak jelen egy-egy ilyen találkozón, akik a megyében születtek, a megyéből nőttek ki, és nagyon szívesen térnek ide vissza, és nem felejtették el azt, hogy ők Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődnek.
A sorozat egész nyáron zajlik, szinte minden hétvégén várják az érdeklődőket valamelyik településen. Legközelebb szombaton Apagyon tartják a rendezvényt. Egészségügyi mérések, városi séta, valamint kézműves kiállítás és vásár várta az érdeklődőket pénteken a Hadzell téren. A 17. országos patika nap alkalmából szervezett rendezvény egyúttal a hagyományokat is felelevenítette, mivel a 80-as években rendszeresen volt bolha piac a téren. Már kora délelőtt beüzemelték az automatát a 100 éves patikában, és késő délutánig folyamatosan működött. Nagy volt a sor az allergiavizsgálat bejáratánál, és sokan mérették meg vérnyomásukat, vércukor és vitamin szintjüket is. Pénteken a 17. országos patika nap alkalmából ezt bárki ingyenesen megtehette. Nagy volt az érdeklődés, hiszen az elmúlt két évben a Covid miatt nem tudták megszervezni az országos rendezvényt, most azonban többen érkeztek, mint a korábbi években. Arra tudjuk visszavezetni, ami a Covid alatt történt. Azok, akik jobb egészségi állapotban voltak, talán könnyebben átvészelték magát a vírusfertőzést, vagy könnyebben túljutottak rajta. Ez az, ami jobban felnyitotta az emberek szemét, hogy a magas vérnyomás, súly és cukorbetegség, ezek fontos dolgok, hogyha valaki érintett, akkor foglalkozni kell vele. A nyíregyháziak számára is fontos a prevenció, és figyelnek az egészségmegőrzésre. A Mozdulj Nyíregyháza program részvételét nézzük, és hogy hány mozgásforma van, és azon, hogy mennyien vannak, illetve ha meghirdet egy civil szervezet, illetve vagy az önkormányzat egy szűrést, akkor mindig teltház van. És ugye ez a mai nap is egy ilyen kezdeményezés, ahol a lakosság jöhet, ugye szűrésre, és ugye már, ha ide eljön, akkor tett valamit az egészségéért. Az egész napos egészségügyi méréseket délután kézműves vásár egészítette ki. A házi készítésű szörpök mellett gyerekjátékok és ékszerek közül is válogathattak azok, akik az eső ellenére ellátogattak a Hadzell térre. Nem jutott fel az NB3-ba a Nyíregyháza Spartacus második csapata. Huszán Géza együttese az osztályozó visszavágóján 1-1-es döntetlent játszott a Majosi Ese otthonában. Mivel az első mérkőzés 2-2-vel zárult, az idegenben lőtt több gólnak köszönhetően a Bonyhádi együttes került fel a harmadosztályba. Kökény Roland olimpiai bajnok, kajakozó, Rudolf Gergely 28-szoros válogatott labdarúgó, Kovács Rita Európa bajnok úszó, néhány név az Aranyos Aranyak című füzetből, amely a nyíregyházi Arany János általános iskola és gimnázium elmúlt 45 évének legjobb sportolóit mutatja be. Az intézményben pénteken vehették kézbe a kiadványt az érintettek. A tablók a falon és a serlegek a tálókban már korábban is bizonyították, hogy milyen gazdag sportmúltal rendelkezik az 1976-ban alapított iskola. A járvány miatt ugyan egy év csúszásra jelent meg a 45. évfordulóra készült kiadvány, de most már dokumentálva van az elmúlt közel fél évszázad. Úgy gondoltuk, hogy össze kellene gyűjteni azokat a sportolókat, akik példát mutathatnak, illetve akiket példaként állíthatunk a jelenlegi tanítványaink elé. A példaképekre úgy gondolom, hogy a mai ifjúságnak is szükségük van. Ezek a példaképek adhatnak erőt, kitartást ahhoz, hogy további sikereket érhessenek el a diákjaink. Nagy Kornélia Kitti az aranyból indulva lesz sokszoros magyar bajnok, junior világ és Európa bajnoki bronzérmes ökölvívó. Óvodáskoromban ide jártam a szomszéd óvodába, és ugye úszni átjártunk ide már kiskoromtól kezdve. Aztán az iskolát, az első osztályt is itt kezdtem el, folytattam az úszással, ami hát ugye nagyon jó alapokat adott a későbbi sport pályafutásomhoz. Ugyanitt az iskolában folytattam, elkezdtem röplabdázni, aerobikoztam is, és egyébként a röplabda és a röplabda mellett kezdődött el az ökölvívás szeretete is, úgyhogy hát 14 éves koromban kezdtem el, úgyhogy a gimnáziumi éveimben én folyamatosan ökölvívtam, versenyeztem, versenyekre jártam, hát nagyon támogató volt egyébként a légkör, tehát mindenben segítettek, elengedtek több hetes táborokra, úgyhogy hát nekem nagyon jó élmény volt most ide belépni újra, tehát több mint 5 éve voltam itt utoljára.
A sportiskolai programnak köszönhetően az arany napjainkban is fontos szerepet tölt be az utánpótlás nevelésben. Elsősorban az úszás az, ahol a diákjaink a legjobbat teljesítik. De az évek alatt felzárkózott a kézilabda, a lányröplabda, és atlétikában is szép sikerek vannak, például Lőv Gábort említhetném, aki magasugrásban volt például országos bajnok. A legkisebbek közül pedig a tornászlányok azok, akik ebben az évben, és most már talán harmadszor országos döntőbe jutottak, ezt a sportágat próbáljuk most továbbfejleszteni. A pénteki rendezvényen a jelenlegi és korábbi sportolók mellett az alapító, címzetes igazgató Szondi György munkáját is megköszönték az intézmény jelenlegi vezetői. Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban. Állásbőrzét és munkaerőpiaci fórumot is tartottak Nyírbátorban. Foglalkoztatási szakemberek szerint a térségben a munkaerőhiány mellett a munkanélküliség is magas az országos átlaghoz képest. A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Nyírbátor önálló és a romániai Nagy Károlyak közös programot is kidolgozott. Tiszalök összesen 10 belterületi útját újították fel a közelmúltban. A fejlesztések megvalósításához csaknem 100 millió forint kormányzati támogatást kapott a város, az önkormányzat pedig még idén pályázni fog újabb útszakaszok korszerűsítésére a TOP Pluszban. Nem csak az utak újulnak meg Tiszalökön idén, hamarosan a csapadékvíz elvezető rendszert is korszerűsítik. A sikeres vízből mentéshez biztos úszástudás, gyakorlat, higgadság és valamilyen vízen fennmaradó eszköz szükséges. Máskülönben az egy bajba jutott személyből könnyen lehet kettő. A vízi balesetek elkerülése érdekében ne becsüljük túl képességeinket, és csak a biztonságos, kijelölt vizeket használjuk fürdőzésre. Június 13-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden alapvetően sok napsütés várható, de a késő délelőtti óráktól egyre több gomoly felhő képződik, illetve sodródik fölénk, amelyek délután jobban összeállhatnak, azonban csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között tetőzik.